Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nagyobb játékerőt képviselő, egységesebb csapat ellen lépett pályára az idei bajnokságban már 3 győzelmet elért, élmezőnyi pozícióban lévő Szekszárdi UFC az MB3-as bajnokság 6. fordulójában. A Szentlőrinc ellen csupán 5 percen múlott a pontszerzés, ám egy szerencsés góllal 5 perccel a befejezés előtt elvitte a 3 pontot Szekszárdról az erre rászolgáló tavalyi ezüstérmes baranyai élcsapat. A hátsó biztonságon, a labdajárotáson, a támadások felépítésén már az első percekben látszott, hogy a tavalyi ezüstérmes Szentlőrinc az erősebb csapat. Annak ellenére, hogy a kezdőcsapat fele kicserélődött náluk a nyáron, míg a hazai UFC-nél együtt maradt a társaság. Igazodott is ehhez az alaphelyzethez a Szekszárdi UFC, amely a kapu előtti terület levédekezésére fordított hangsúlyt. Sikerült megakadályozni a szentlőrinci zicserek kialakítását, de az első félidő nagy részében állandóan gólveszélyben volt az UFC kapu. A 27. percben az oldalvonal mellől Juhász becselezte magát egészen a Szekszárdi 5-ös feleség, amikor Márton Erik az utolsó pillanatban mentette meg csapatát a góltól. Tesztelték többször is a baranyaiak a szekszárdi kapuvédő formáját, Szűcs Krisztián még az első játékrészben legalább 3 alkalommal védett határozottan gólveszélyes helyzetben. A 33. percben már csak vele állt szembe Vajda, de a szekszárdi portás jó kivetődéssel megoldotta a helyzetet. A második játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott, az UFC többet tudta birtokolni a labdát, és már ha a gólhelyzetek kidolgozására még nem, de több szépen felépített akcióra tell DNS Pál csapata erejéből. Az 54. percben Péter Attila kecsegtető helyzetbe került a Szentlőrinci kapu közelében, de a hátvédek még bele tudtak blokkolni a lövésbe. Noha a Juhász Leba Harsányi 3-asból induló vendégkontrákban így is több volt a gólveszély, ám így is okkal reménykedtek a szekszárdi szurkolók, hogy az értékes 1 pont bizony meg lehet, kis szerencsével a legvégén talán az esetleges talált góllal a bravúr győzelem is. De éppen ennek ellenkezője történt, mintha igazságot akart volna szolgáltatni a sors. 5 perccel a vége előtt ugyanis végül is egy szerencsés góllal el tudta vinni a 3 pontot a Szentlőrinc. Történt, hogy Királyházit kulcspozícióban kicselezték, s közelről beívelt labda a szekszárdi kapu torkában magasan felpattant. Keresztes mindenkinél magasabbra ugorva megszerezte a Szentlőrinc egyébként a játék összképe alapján megérdemelt győztes gólját. Majd az első fél időben megvoltak a helyzeteink, másodikban nem, de az elsőben volt 3 zicserünk is, sajnos ezzel hadilában állunk, mert mindig saját magunk tesszük nehézzé saját magunknak a mérkőzéseket. Nincsenek kimondott befejező csatáraink, góllövőink. Most is a belső védőnk került egy olyan szituációban, ahol van szerencséje, aki többet tesz érte. Felkészültünk az ellenfélből, tehát tudtuk, hogy mire számíthatunk. Alkalmazkodtunk hozzájuk, de úgy igazán az a mi játék stílusunk, tehát lehetett látni, hogy ez a kombinatív rövid passzos játék. Igen, és hát a hibák mindig becsúsznak sajnos a végjátékba, tehát az utolsó passzoknál, ezen kell dolgoznunk, illetve a góllövésen. Az első fél időben elég nagy nyomást gyakorolt ránk az ellenfél, de ennek támadásait sikerült hárítani. Úgy gondolom, hogy ebbe a részbe a srácok mindenképp dicsérhetőek. Azt sajnálom, hogy a kontrákra erőnk nem futotta, de úgy gondolom, hogy a fél időben azért még ennek ellenére sikerült biztatni a sászkat, hogy ebből majd előbb-utóbb ki fogunk tudni jönni. Hát a látottak alapján a másik fél időre azt mondom, hogy kegyelítettebbé vált a játék. A mérkőzés rámutatott. A bajnokságot nem rosszul kezdő, 3 győzelmet már begyűjtő Szekszárnak abban kell fejlődnie, hogy a jobb csapatok ellen is a mostaninál hatékonyabb támadójátékra legyen képes. Megközelítőleg olyanra, amit a hozzá hasonló és a gyengébek ellen az 5-8 helyek egyikére pályázó csapat az MB3 középcsoportjában már bemutatott. Mintegy 22 millió forintból építették újra Dunaföldváron a még tavaly januárban leégett Dunaparti csónakházat. Az új létesítmény önkormányzati segítséggel, a városi és a vízi társadalom összefogásából, támogatásával valósult meg.
Elkészült és ünnepélyesen át is adták az újonnan felépült csónakházat a Dunaföldvári Dunaparton. A mintegy 22 millió forintból újjáépült vízi sporttelep még 2018. januárjában vált pár óra alatt a lángok martalékává. Akkor az egész épület és minden sporteszköz oda lett. Azóta az összefogásnak és a támogatásoknak köszönhetően az épületet teljesen újjáépítették. A segítők listája végtelen, ezt tábla is jelzi. Az önkormányzati törzs vagyonba ez biztosítva volt, úgyhogy a kialakult károknak egy részét a biztosító, majdnem azt lehet mondani, az építésnek a fele költségét a biztosító biztosítási összekeretén belül kifizette. A másik részét azt az képviselőtestület saját bevételeink terhére hozzátettük, illetve a harmadik lába pedig az volt, hogy a vállalkozók, magánemberek, sportbarátok, akik itt voltak bárhol az országban, azok felajánlásaikkal ezt támogatták. Ugye azt is tudni kell, hogy ugye bent maga az ingóság is megsemmisült, ami akkor itt volt. Valamennyi része, hál' Istennek, máshol volt téli tároláson, úgyhogy az megmenekült, de a nagy részét azt még pótolni kellett. Közösségeket kell építeni. Emelte ki beszédében a polgármester a megnyitón, melyen a klub elnök felidézte a régmúltat is. A vízi élet mindig is virágzott Dunaföldváron. Négy generáció emléke fűződik a vízi telephez. Az épület újjáépítésével ez a tradíció folytatódhat. A története az 1930-as években kezdődik, amikor még téglagyár működött ezen a helyen. A gyár megszűnése után a cserkészek, kereskedők, iparosok egy kis magaslatot hoztak létre a téglatörmelékből, és erre építették már akkor összefogással a csónaktárolót. Gyönyörű helyen van, és maga a ház is. Nagyon szép lett, hát szebb lett, mint volt, de megmaradt ugyanolyan jelleggel és ugyanolyan beosztásba, tehát mindenünk meg lett. Szerencsére nagyon nagy támogatottságot élveztünk, nagyon akarta mindenki, és nagyon segített sokat. Hát szerencsére maradtak meg ami kenuk, amik a tréleren voltak, és a támogatásokból tudtunk mentőmellényt, evezőt venni, kaptunk is evezőt más vizes egységektől, ők is támogattak bennünket. A régi állványunkat vissza tudtunk tenni, úgyhogy egy cég az egy kicsit helyre pofozta, és úgy segítettek még rajtunk, hogy volt, aki vett saját részére kenut meg kajakot, és akkor a sajátját tartja itt, amit használhat az egyesület meg a gyerekek. A szallag átvágás után birtokba vehették az új épületet, melyet az összefogásnak és támogatásoknak köszönhetően szépen berendeztek, valamint sporteszközöket vettek és kaptak is. Bár a vízi szezon véget ért, de tavasztól ismét megtöltik élettel az új Dunaparti csónakházat. Folytatódhatnak a népszerű vízicsibe táborok, a vízitúrák. Közösségi rendezvények szintere lehet újra a Dunaföldvári vízitelep. Már tavaly veszélybe került a közelmúltban még a Divízió 1-ben is szereplő Szekszárdi Bad Bones amerikai foci csapat további önálló működése. A csapat létszáma ugyanis a felére csökkent, a megmaradt 15-20 játékos pedig beolvadt a Dunaújváros Divízió 1-es csapatába. Ők egy év elteltével visszatértek, és a klub most azon dolgozik, hogy a játékos létszám jövő tavaszig tervezett megduplázásával, amire látnak reális esélyt, újra elindulna a Szekszárdi Bad Bones a Divízió 2-ben. Eljutott az elmúlt évtizedben a szekszárdi amerikai foci csapat a Divízió 1-ig is, sőt, a magyar válogatottba is adott játékost a Bad Bones, Gyarmati Máté, Novakov Dávid, Zilaki János és Tóth Dávid révén. Az elköltözések, a sérülések és eligazolások más, erősebb, jobb feltételekkel rendelkező csapatokhoz bizony tovább gyengítették az önálló Divízió 2-es szekszárdi csapat létezését. Kényszerűségből 2019-re meg is szűnt az önálló szekszárdi Bad Bones, a megmaradt 20-25 ember beolvadt a dunaújvárosi csapatba az idei szezonban. Ez már majdnem a megszűnéssel volt egyenlő, ám mégsem kell megírni a Bad Bones nekrológiát. A szintén neves játékos Greiling Mihály vezérletével hazatértek a Dunaújvárosba játszó srácok, és megáltalkodottan edzenek egy újabb önálló szekszárdi csapat megszületésért. Leültünk beszélgetni, és arra jutottunk, hogy megpróbáljuk ezt a 15-20 főt 30 körül földúzzasztani, és ismét saját alanyjogon elindulni a bajnokságban.
Grevling Misi a játékos edző szerepében fogja össze szakmailag a társaságot. Sürget ugyanis az idő, ha a jövő évi bajnokságba, a Divízió 2-be be akarnak levezni, ezt ugyanis legkésőbb október végéig meg kell tenni. Márpedig legalább 40 stabil játékos nélkül nem igazán érdemes benevezni. Ám optimisták a maradék szekszárdi játékosok. Dél-Dunántúl vonzás körzetéből meglátásuk szerint biztosan lesznek majd olyan csapat nélkül maradt játékosok, akik jelentkeznek, és abban is bíznak, hogy ki tudnak nevelni fél év alatt 10-15 Divízió 2-re alkalmas új generációs szekszárdi fiatal játékost. Mindenképpen ez a célunk, hogy a meglévő rutinos játékosokat olyan fiatalokkal kiegészíteni, akiket meg tudunk tanítani ennek a sportnak a kultúrájára, mozgására, és akkor közösen egy ilyen széles generációt lefedve egy jó alapot képezni ismét a következő éveknek. A Bad Bones újjáépítése minden jó szándék ellenére kétesélyes meccs. Noha a mostaniak roppant elszántak és keményen dolgoznak. Már látni kell, hogy ha nem tudunk egy nagyon-nagyon széles alapot a piramis alján építeni, akkor a kiegészítő emberek már nagyon kockázatossá teszik a csapatnak a létét, hogyha arra alapozunk, mert alakul egy csapat Pécsen, elmegy ez a 6-8 játékos, és már megint ott tartunk, hogy sehol. Úgyhogy mindenképpen az a cél, hogy ne legyünk rákényszerülve a környékben, idejárókon kívül és a szexárikon kívül másra, és ha sikerül megépítenünk, akkor azt gondolom, hogy lesz sok olyan játékos, aki szeretne velünk együtt játszani és edzeni, máshonnan is ide érkezve, és akkor mindenképpen sikeres dolog tud ez lenni. A megfiatalított szekszárdi Bad Bones a szekszárdi műfüves pályán heti 2 edzéssel készül a jövő évi visszatérésre. Dupla arannyal tért haza a Tolnai Tájak IJASZ Egyesület a napokban Szlovákiában lezajlott 3-dimenziós IJASZ Európa bajnokságról. Huszár Zoltán mellett ugyanis a hölgyeknél, szintén a felnőtt kategóriában Háner Erika pályafutása legjobb teljesítményével szintén Európa bajnok lett. Az aranyérmek egyéb iránt nem csak a klubnál, hanem a családban is maradnak, lévén, hogy férj és feleségről van szó jelen esetben. Egy nem megszokott veszélyre figyelmeztető felirat a szlovákiai pálya bejárás során vigyázat medveveszély, pszichésen először negatívan hatott rá, de nem tudta hátrányosan presszionálni a szekszárdi IJASZ hölgyet. Néztünk is egymásra, hogy mit fogunk csinálni, ha éppen egy medve fog felénk közeledni, de megnyugtattak, hogy azért napközben nem fog arra császkálni ilyen állatka. Első hallásra azért ijesztő volt, de tehát a nap végére foglalkoztunk sok minden mással, nem a medve volt a legfőbb problémánk. Az első, az úgynevezett szelektáló versenynap remekül sikerült, már is a szűkebb elitbe került a szekszárdi versenyző, akit a tét, a versenyfeszültség pozitívan befolyásolt. Háner Erika fordulóról fordulóra javult. A csapatversenyen élete, illetve pályafutása legjobbját érte el a szlovákiai EB-n 14 lövésből. 140 elérhető pontból 139-et sikerült lőnöm. 14 lövésből, és akkor ugye a 10-es zóna a cél. A siker az Európa-bajnoki cím megszerzése nem az edzések számában és azok minőségi javulásában keresendő elsősorban, persze abban is, a szintén Európa-bajnok és már világbajnok férjehez hasonlóan a rutin, a versenyzői tapasztalat összegződik, kamatozódik nála is az évek során. Tudtunk volna többet is gyakorolni. Jobb lett volna, hogyha a többet kijövünk. Inkább talán a mentális oldala sikerült jobban, mentális felkészülés sikerült jobban, mint eddig. Nyugodtabb voltam a pályán. A kiváló csapatembernek, Háner Erikának még hiányzik a kollekciójából az egyéni világbajnoki arany, óriási motiváció számára, hogy a következő évi 3D-s felnőtt világbajnokságot nem másutt, mint Szekszárdon, a Sötétvölgyi erdőben, hazai pályán rendezik 2020-ban. A tengeren túlról is érkeznek ide íjászok. Nagyon bízom benne, hogy ennél több időnk lesz a felkészülésre. Legalább ez a heti 2-3-szor kijövetel a pályára az azért meg lesz. Távbecslés, ki az erdőbe, sokat kell mennünk, hogy fel tudjunk készülni, mert ugye ennek a lényege a távbecslés. Sokat jelent, hogyha itthon vagyunk, hazai terepen, mintha most így Szlovákiában egy kicsit úgy elanyátlanodva érünk ki a pályára, kell azért egy nap, mire belakjuk a pályákat. A Tolnai
Tájak Íjász Egyesület korábbi Európa-bajnoka, világbajnoki ezüstérmese, jelenlegi elnöke, mint a jövő évi szekszárdi 3D-s világbajnokság egyik főszervezője, mivel Huszár Zoltán és Háner Erika mögött is több remek versenyzőt vonultat fel a klub, nagyon bízik a jó, minimum döntős csapateredményben is a jövő évi VB-n. Most az Európa-bajnokságon is 6 versenyzőnk indult, mind a 6-ba került, tehát 6-os döntőn belül szerepelt. Berényi Balázs is ugye Huszár Zoltánnak betétársa, ha így nézzük. Tehát, hogyha ő összetudja szedni magát, ott azért lehet még küzdelem a dobogós helyekért. Nagyon számít a szekszárdi klub a most EB ezüstérmes kadettkorú Berényi Lilire, a Szaka család kitűnő versenyzőire, akikkel tényleg felvehetik a versenyt csapatban is a legjobbakkal a szekszárdi világbajnokságon. Győzelemmel mutatkozott be a tavalyi bronzérmes Kozár Mislenyese, NB1B-s női kézilabda csapata a Liga kupában. A bajnokság főpróbáján a nagyatádi Rinyamenti KC elleni hazai meccsen 33-28 arányban győztek Kovács Tamás tanítványai, aki szerint hullámzó volt ugyan a csapat teljesítménye, de végig a házigazdák akarata érvényesült. A vezetőedző ezen a meccsen is sokat tudott cserélni, így mindenki egyforma terhelést kaphatott. Rendhagyó módon tudott a bajnokságra hangolódni a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata. A Liga kupa ugyan nem az első számú sorozat a Kozár Mislenyek számára, de hazai pályán, hazai közönség előtt természetesen csak a győzelem volt elfogadható hétvégén. Kovács Tamás tanítványainak az a nagyatádi Rinyamenti KC volt az ellenfele, akikkel a tavalyi szezon záró fordulójában egy parázsmeccsen találkoztak. A Liga kupában most az első félidő végére 3 gólos előnyt harcolt ki a házigazda csapat, amit aztán a nagy szünet után tovább növeltek. A találkozó végeredménye pedig Kozár Mislenyese, Rinyamenti KC 16-13-as félidő után 33-28. A 7 gólos Polics Tímea mellett a hazai csapat második legeredményesebb játékosa Szemmerrok Dóra volt, aki 5 gólig jutott ezen a találkozón. Szerintem a támadással elégedettek lehetünk, a 33-5 gól azért elég jó, viszont a védekezésben mindenképp kell fejlődnünk, főleg a 6-os zóna nem működött ma annyira. Hát igen, szeretnénk mindenképp a dobogón lenni, az se baj, hogyha ezüst az az érem, de nagyon nehéz bajnokságban vagyunk idén, úgy gondolom, de mindent megteszünk azért, hogy sikerüljenek a céljaink. Seffer Éva 4 góllal járult hozzá a Kozár Mislenyi győzelemhez, akárcsak Dóra, ő is meg volt elégedve a támadó játékkal. Összejöttek azok a játékok, amiket gyakoroltunk edzéseken, és viszont a védekezés az nem állt össze. Hát a 6-os falunk az, én úgy érzem, hogy még nem a legstabilabb, viszont a 3-2-1 azért az úgy látom, hogy működik, de a 6-os falat is igyekszünk minél erősebbre kovácsolni. Hát mindenképpen szeretnénk legalább a bronzérmet megszerezni idén is, de szeretnénk, hogyha ennél egy kicsit fényesebb lenne az az érem. Kovács Tamás vezetőedző szerint hullámzó volt ugyan a csapat teljesítménye, de végig az ő akaratuk érvényesült. A vezetőedző ezen a meccsen is sokat tudott cserélni, így mindenki egyforma terhelést kapott. Ugyanolyan volt az összes felkészülési meccsünk. Voltak benne nagyon szép dolgok, voltak benne olyan dolgok, amik bosszantottak. Ezek visszatérő hibák, úgyhogy ezeket majd kezelni kell. De hát nyilván örülünk, hogy győztünk, tehát egy tét meccsen győztünk, van 2 pontunk most ebbe a ligakupába. Igazából a 33 lőtt gólnak nagyon örülök, a 28 kapottnak kevésbé, a védekezésünk sok esetben elcsúszott és nem volt elég feszes, illetve egy kicsit a második félidőben úgy gondolom, hogy nem futottunk elég sokat, amennyit én szerettem volna, ettől függetlenül boldog vagyok, örülök, hát persze, hát nyertünk. A Liga Kupa sorozat egy új versenyfelület, ahol a benevezett csapatok nem játszathatnak külföldieket. Az NB1-es gárdák közül csak a Moson-Magyaróvár indult el. A Kozár Mislenyieknek 6 csoportmérkőzést kell 2020. február 2-ig lejátszaniuk, és az ő csoportjukból az első 2 jut tovább a legjobb 8-ba. Mi úgy határoztuk meg, hogy az első 3 fordulót megnézzük, hogy a 6-ot kell játszanunk, és hogyha gyakorlatilag ott még marad olyan esélyet, hogy tovább lehet menni, akkor a utolsó 3-at is komolyra vesszük, és teljesen odaállunk. Ha pedig ott elmennek a lehetőségek a továbbjutásra, akkor az ifi csapatból fog felhozni több játékost, és lehetőséget adok nekik, hogy NB1B-s csapatok ellen gyakoroljunk. Tehát ráadásul ugye 4 mérkőzésünk az a januári felkészülési időszakra esik, úgyhogy egy kicsit ott most sakkozni kell az, hogy ki játszik és ki nem.
Természetesen most úgy állnak, hogy tovább szeretnénk jutni. A kozármislenyiek szeptember 14-én szombaton 18 órától a Dorogot fogadják a 2019-20-as szezon első fordulójában. Jelen a Richárd 4 góljával és parádés játékával vitte győzelemre a HR-rend kozármislen csapatát vasárnap. A 6. fordulóban a sereghajtó Kelen SC volt a kozármislenyiek ellenfele. 2 vereség, 2 döntetlen és 1 győzelem volt a mérlege a HR-rend kozármislen csapatának az első 5 forduló után. A 6. aztán a sereghajtó Kelen SC-t fogadták Pókos Csaba tanítványai, de nem indult szerencsésen a találkozó. A 13. percben egy hátrapasszolt labda után ugyanis Ipacs Péter, a mislenyi kapus, elvesztette a labdát, a vendégek támadója Balogh pedig a hálóba lőtte, így 1-0-ra a vendégek vezettek. A 18. percben aztán Jelen a Richárd 22 méterről nagy erővel lőtt a vendégek kapujába, és ezzel egyenlített a hazai csapat. A 23. percben Kónya Kornél baloldali szögletét ismét Jelena fejezte be, így átvette a vezetést a mislenyi gárda. A 32. percben aztán Kis révén egyenlített a Kelen SC, és 2-2-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A 75. percben a kapujából érkező Hála szabálytalanul állította meg Márkvár Patrikot, így büntetőhöz jutott a hazai csapat, amit Jelena Richárd magabiztosan értékesített, és ezzel már 3-2-re módosult az eredmény. A 87. percben ismét Jelena Richárd parádézott, ugyanis 18 méterről leadott lövését az ellenfél kapusa nem tudta védeni, ezzel kialakult a 4-2-es végeredmény. Pókos Csaba vezetőedző szerint, holott a Kelen SC a 16. utolsó helyen áll a bajnokságban, mégsem lehet félvárról venni azt a csapatot. Ismerem a szakmai stábot, és azért ismerem a játékos állományokat. Nem ez a leggyengébb csapat az osztályban, ez biztos, ezt ma is bebizonyították. Attól függetlenül nem játszottunk jól, sőt, rengeteget hibáztunk, tehát ez volt az a mérkőzés, ahol a legtöbb hibát dobtunk, és hoztunk egy olyan első félidőt, ami az első 15 perc szinte értékelhetetlen volt számomra, de ezt majd megnézzük, kiértékeljük. És azt kértem a srácoktól a második félidőben, volt egy nagy fejmosás, hogy a második fél időben igazából nem láttuk azt, hogy akartak volna. Megint elfocizgattunk, csináltuk, de nem volt átutó erő. És a második fél időben úgy jöttünk ki, szerintem, hogy akarták a győzelmet, és ha nehezen is, de 3 pont az megvan, és nem bízom benne, hogy most már egyszer elindulunk fölfelé. A Kelen SC ezzel a vereséggel 6 forduló után is maradt a sereghajtó pozícióban. Először is gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez, a szép stadionjához is, és külön Jelena Richárdnak, akinek nem volt ez egy rossz mérkőzése. Az első fél idővel elégedett voltam, bár azt gondolom, hogy a vezetést nagyon könnyen kiadtuk a kezünkből, aztán az egy jó dolog, hogy tudtunk ebből váltani, és visszatudtunk jönni, és így döntetlennel mentünk a szünetre. A második fél idő az nem tetszett, azon változtatnunk kell. Ezt ki fogjuk elemezni, és akkor szépen dolgozni fogunk rajta tovább. A célunk az, hogy folyamatosan hétről hétre fejlődjön a csapat, és lassan azért most már kezdjen el pontokat is szerezni, hiszen az nagyon jó, hogy fejlődik mindenki egyénileg, de jó lenne, hogyha ezt az utat tudnánk járni mondjuk jövőre is, és ehhez az kell, hogy bent maradjunk, úgyhogy mindenképp ez lenne a célunk. A PMFC ugyan 2-2-es döntetlent játszott, a tabella másodikja a Monor otthonában, továbbra is az élen áll az MB3 középcsoportjában. A Szent Lőrinc a Szekszárdi UFC-t győzte le 1-0 arányban idegenben, így ők a harmadikak a tabellán. Ez volt erre a hétre a pálya, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!